A körmendi fiatal eredetileg a rendőri pályát választotta, majd egy családi tragédiát követően megváltoztatta szándékát. Bérmálásom előtt volt egy kicsit nehéz esemény az életemben. Édesapámat elütötte egy autó, és megsérült bérmálásom előtt 2 nappal. És ez volt az a pillanat, amikor én nagyon összetörtem lelkileg. És az Úristen ezután igazából egy csodálatos dolgot alkotott meg bennem, a hivatást, hogy ki tudjam mondani neki az igent. Bérmálásom pillanatában tudtam azt mondani, hogy igen, Uram, tudom, hogy Te papnak hívsz, és én erre örömmel igent mondok. Az új káplánt Stóber László apát plébános köszöntötte. Mint fogalmazott, a közösség befogadó, a fiataloknak pedig szükségük van olyan papra, aki példát mutat és az ő nyelvükön tud beszélni. Fontos, hogy ne csak bennünket idősebbeket lássanak, hanem hogy van fiatal, aki vállalta a papi szolgálatot. És ez önkéntelenül is az embereknek megmozgatja a lelkét. Hogy van egy fiatal atya, aki beleállt az aratásnak, vetésnek a munkájába, és itt teszi a dolgát. Rákos József diakónusi gyakorlatát a kertvárosi templomban töltötte. Kedvező tapasztalatokat szerzett, szavai szerint a zalaegerszegiek nyitottak az egyház felé. Nagyon sokan járulnak Szent Jónáshoz, Szent Áldozáshoz, ezt nagyon jó megtapasztalni. Tehát a lelki háttér az adott. Viszont pasztoráció szempontjából, tehát hogy foglalkozzunk a hívekkel, elsősorban a feladatom az a fiatalokkal való foglalkozás lesz, minisztránsokkal, hittanosokkal, ifjakkal. És igazából az a célom, hogy valahogy a kicsit kiöregedő, hogy is mondjam, hívő közösségnek megadjuk az utánpótlást, olyan szempontból, hogy megszólítjuk a fiatalokat, és próbáljuk őket közelebb vezetni az Istenhez és az egyházhoz. Rákos József atya adásunkkal egy időben mutat be szentmisét a Mária Magdolna templomban, pénteken pedig reggel 6 óra 30 perckor és 7 óra 15 perckor celebrál szertartást.